szeretettel köszöntöm a házasulandók tanúikat, és a megjelent kedves vendégeket. Bezik Marianna és Balta Attila megjelentek előttem, mint a Budapest 18. kerület anyakönyvvezetője előtt, hogy egymással házasságot kössenek. Házasságuk előfeltételei szabályszerűen igazolták, így megállapítottam, hogy házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs, tehát azt megköthetőnek nyilvánítom. Házasságuk törvényes erejéhez most már csak az szükséges, hogy előttem és a két tanú előtt külön-külön kijelentsék, hogy egymással házasságot kívánnak kötni. Ezért felteszem a kérdést, előbb a mennyasszonynak, majd a nőlegénynek, és kérem, hogy kérdésembe határozott igennel válaszoljanak. Most megkérem a házasulandókat és kedves tanúikat, hogy a házasságkötéshez legyenek szívesek felállni. Kijelenti-e ön, Bezik Marianna, hogy az itt jelen lévő Balta Attilával házasságot köt? Igen. Köszönöm. Kijelenti-e ön, Balta Attila, hogy az itt jelen lévő Bezik Mariannával házasságot köt? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Balta Marianna és Balta Attila a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Most megkérem önöket, hogy kijelentésüket aláírásukkal is erősítsék meg a házassági lapon. Először a feleséget kérem szépen, hogy legyen ezt a szép szimbólumát néhány perccel ezelőtt, mint mennyasszonytól és vőlegénytől kértük el önöktől,
Most már, mint feleségnek és férjnek adom vissza. Kérem szépen, hogy húzzák egymást ujjára. Kívánom önöknek, hogy viseljék ezt a gyűrűt sok év múlva is. Ugyanolyan szeretettel, mint amilyen szeretettel most egymás ujjára húzzák. Házaspár, kérem önöket, hogy gondoljanak most szüleikre is, akik szeretetükkel és gondoskodásukkal lehetővé tették, hogy eljussanak a mai napig, és önökkel örülnek, hogy saját életük nem volt hiába való. Köszönjék meg az átirasztott éjszakákat, az áldozatokat, amiket önökért hoztak, a mosolyt, amivel életüket szépké tették, és kérjék őket, hogy továbbra is álljanak önök mellett, bár útjaik külön válnak most már. Ezzel a csokorvirággal fejezzük ki mindazt, melyre most minden szó kevés lenne. Egy tartós, egész életre szóló boldogság receptjét nem tudom mellékelni a házassági okmányokhoz. De szívből kívánom, hogy váljanak valóra álmaik házasságokhoz fűzött életét remény. Engedjék meg, hogy házasságkötésük alkalmából elsőként gratuláljak önöknek, kerületi önkormányzat is a maga nevében nagyon sok boldogság. Köszönöm.
Imola, akkor nem tudtam. Angéla veszik, és Lajos Imola azt mondta, nem tudtam.